Ez a Reggeli Monitor. Vidámpark, grillpartik és természetesen az elmaradhatatlan tűzi játék. Számtalan filmes alkotásból példának okáját láthatjuk. Mi magyarok is, hogy hogyan ünneplik az amerikaiak a függetlenség napját. Miből látszott elsősorban az, hogy a Covid utáni tényleg szabad nyitást követően ez volt az első igazán a régi időket idéző függetlenségnapi megemlékezés ünnepség az USA-ban? Egyrészt valóban, ahogy mondtad, a tűzi játékokból jól lehet adatok az új fogyasztásra még nincsenek, de a Covid időszakban 60-70%-kal esett vissza a tűzi játék forgalom, úgyhogy ilyen formán valószínűleg idén akár még rekordokat is döntenek majd, hogyha megjönnek az adatok. És hát az utazások száma az feltétlenül a régi szép időket idézte. 50 millió amerikai kelt útra, amit egyébként jobbára autóval tettek, tehát 40 millió körüli az autósok száma ezzel a céllal. De azért 4,5 millióan a repülőgépekre is fölültek. A repülőgépek kapcsán megjegyzem, hogy kiderült most nemrégiben, hogy bár sokan ózkodnak attól, hogy továbbra is nagyon szigorú a biztonsági ellenőrzés a repülőtereken az Egyesült Államokban is, de ez indokolt, hiszen a tavalyi esztendőben egész pontosan 6301 olyan lőfegyvert koboztak el a repülőtereken, amelynek a 80%-a meg is volt töltve. Úgyhogy visszatérve a függetlenség napjára, tehát úgy tűnik, hogy feltétlenül a régi szellemben töltötték az ünnepet, illetve talán még töltik is, hogyha meghosszabbította valaki, amire azért van esély. Ami különben szintén hozzátartozik a hangulathoz, meg a jövésmenés, autózás lehetőségéhez, hogy a benzinárak tulajdonképpen nem olcsók, de nem drámaiak, tehát mondhatni arányait tekintve olyasmi lehet, mint itt nálunk. 3,5 dollár és 4 dollár 20 körül van gallonja, vagyis 4 litere a benzinnek. Az infláció az USA-ban 4% körüli, a munkanélküliségi mutató 3,7%, tehát tulajdonképpen a kondíciók alapvetően megvoltak a nyugodt vidám ünnepléshez. Egyébként mondhatjuk, hogy ez az az ünnepség, vagy nemzeti ünnep, szövetségi ünnep, amely tényleg minden államban ugyanolyan mértékben megmozgatja az embereket? Igen, azt hiszem, hogy ez lehet mondani. Még talán a hálaadó ünnep az, ami valahol ebbe a kategóriába tartozik. Mennyire jellemző egyébként, hogy július 4-én a politikusok is exponálják magukat és beszédeket mondanak? Hát ez azt hiszem, hogy többé-kevésbé inkább csak egyéni stratégia vagy politikai szándék kérdése, de ez inkább valóban az ünneplésnek az időszaka, úgyhogy itt a Washingtonban összpontosuló törvényhozók is jobbára hazamennek, családi körben ünneplik a július 4-ét, tehát nem ezekre az időszakokra szokták összpontosítani a politikai nagy durranásokat. Gyakorlatilag egy hosszú hétvége volt egy átrendelkezésre, tehát a hétfői napon is gyakorlatilag állt az Egyesült Államok munka szempontjából? Hát igen, ahol csak lehetett, ott valószínűleg szépen kipótolták, jó lehet, nem rögzítik az ilyesmit olyan formán rendeletben, mint nálunk, de ezzel együtt általában a munkahelyek azok rugalmasan kezelik ezeket a dolgokat. Hozzáteszem, hogy ez valószínűleg mindenkinek a saját életében fontos is, mert ugye az USA-ban nincsenek olyan hosszú szabadságok általában, mint nálunk, vagy ha valakinek véletlenül mégis van, az meg nem veszi igénybe, mert más a munkamorál.
Azért itt vagyunk a nyári szünet kellős közepén, és nem csak Magyarországon jellemző az, hogy mielőtt a képviselők vagy a politikai döntéshozók nyaralni mennek, még néhány fontos kérdésben döntenek, hanem ez Amerikában is így van azért. A 9 tagú konzervatív többségű legfelsőbb bíróság a nyári szünet előtt fontos döntésekkel írta be magát az Egyesült Államok politika történetében. De hogy megnéztem, itt összeszedted a döntéseket, azért vegyes a megítélés, valami pozitívnak nevezhető, de valami inkább negatívnak, nem? Hát igen, persze nyilván attól függ, hogy ki honnan nézi. Tipikus esetei voltak a nagy döntéseknek, azok, amelyeket tényleg attól függ, hogy ki milyen szemszögből vizsgálja a dolgokat, úgy ítéli meg. Itt az amerikai demokrácia védelmében szónokolók és föllépők lélegeztek fel, akkor, amikor a legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy nem ad helyt annak a trumpista vonulatból érkezett kezdeményezésnek, amely eléggé bizarr módon, már amerikai jogrendszer tekintve bizarr módon azt igyekezett elérni, hogy az egyes államokban a törvényhozás tulajdonképpen fölülírhassa az országos választásoknak az eredményeit, hogyha a törvényhozók nem elégedettek ezzel, és ez azért volt lényeges, mert elég sok államban, a törvényhozásban, az állami törvényhozásban republikánus párti többség van. Tehát itt ezt a lehetőséget szerették volna megszerezni, és ezzel, hogyha le akarjuk egyszerűsíteni, példának okáért ugye Donald Trumpnak valószínűleg nem kellett volna elhagyni a Fehér Házat, hogyha az államok törvényhozása szabadon rendelkezhetett volna arról, hogy voltak éppen hogyan értelmezi a szavazási végeredményt. De ezt a legfelsőbb bíróság elvetette, még akkor is, hogyha valóban konzervatív többség van. Úgy látszik, hogy ez már náluk is leverte a lécet. Kicsit az amerikai és a magyar párhuzamot erősíti, hogy az oktatást illetően is hoztak egy fontos döntést a legfelsőbb bírák. Méghozzá ugye akár az elnökválasztást is már a jövő évit befolyásolót, hiszen Biden elnök egy olyan indulással kezdte az elnöki periódusát, amelynek az volt a egyik lényege, hogy szeretett volna segítséget nyújtani sok millió amerikainak, aki nyög a nagyon magas, főleg felsőoktatási tandíjak miatt keletkezett diákhitelek terhe alatt, és ezeknek a terheknek a csökkentését, adott esetben a diákhitel elengedését célozta volna meg szövetségi szinten. Nos, a legfelsőbb bíróság lényegében befékezett, és ezzel voltak éppen a Biden kormányzat számára egy nagyon fontos tényleges és politikai ütőkártya kiesett a körből. Az elnök jelezte, hogy megpróbálnak majd valami egyéb módon beavatkozni és csökkenteni ezeket a terheket, de nem egyszerű, hiszen azért nem egy elég bonyolult pénzügyi konstrukcióról van szó, sokféle módon lehet diákhiteles valaki, és ezt országos szinten kezelni nem egyszerű. Volt még egy olyan döntés, ami alapvetően komolyan befolyásolja az amerikai társadalom viszonyait, ez pedig az úgynevezett affirmative action, ami arról szólt, hogy évtizedeken át a viszonylag hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok mérlegelése az a felsőoktatási felvételeknél jelentősen szerepelt. Munkahelyeken is előfordult ennek az alkalmazása, ennek a szempontnak az alkalmazása, és most ez lényegében megtűnt. Na, ennek az egésznek a megítélése tényleg nagyon attól függ, hogy ki hogy nézi, mert sokan voltak, akiket sértett az, hogyha valaki mondjuk azért, már legalábbis szerinte azért előzhetett meg másokat, mert mondjuk szegénysorsú fekete családból származott. Egyébként ez főleg a
fekete bőrű amerikaiakra, afrikai amerikaiakra vonatkozott. Itt a jelen adatok szerint 14% körüli a feketék, afrikai amerikaiak aránya az amerikai lakosságon belül, 47 millióan vannak. Az utóbbi 20 évben a saját magukhoz viszonyított száma ennek a társadalmi csoportnak 30%-kal emelkedett. Említetted a diákhitelek kapcsán, hogy egy fontos ütőkártya kiesett Joe Biden elnök kezéből a kampányra fordulva, azonban azért feltételezem, hogy maradt még azért ott adó, ász, akár Bidenomics, ez lehet a kampány egyik fő szlogenje. Ismerkedjünk ezzel a kifejezéssel, ugye Biden és Economics, tehát fontos gazdasági ígéretek hangozhatnak el e kapcsán. Mik lehetnek Biden ütőkártyái a kampányra fordulva? Hát tulajdonképpen ő maga egy ilyen jelentősebb beszédben Chicagóban vázolta föl, megegyezve, hogy ezt nem ő találta ki, hanem éppen a bírálói kezdték el így minősíteni a gazdasági programjának a lényegét. Ő nagyjából egészéből azt mondja, hogy a gazdaság filozófiája szerint ő ellentétben a republikánus párti megközelítéssel azokat a típusú adó bevezetéseket, adó értelmezéseket részesíti előnyben, amelyek alkalmasak arra, hogy ugye az állam által, tehát a szövetségi állam által szorgalmazott társadalmi programokat meg tudják valósítani, és ezt akkor ugye a szövetségi kormányzat jobban el tudja dönteni, mint adott esetben a szabad piac. Ugye a másik oldalon, ami szemben áll ezzel, az meg leegyszerűsítve továbbra is az a viszonylag klasszikus megközelítés, hogy a pénz, ha úgy tetszik, mikor megtermelődik, mikor előáll, akkor azt nem kell agyon adóztatni, hanem engedni kell a piacnak, hogy a saját érdekeit szem előtt tartva befektessen, fejleszte a lehetőségeit az embereknek. Hát itt egy állandó teoretikai vita is van nyilván, de a Bidenomics az továbbra is egy olyan irányba szeretné tolni az Egyesült Államok szekerét, amely a társadalmi programokat, egészségügy, oktatás előnyben részesíti. Ősztől mondhatjuk majd, hogy igazán elindult mindkét oldalon a kampány. Igen, így van, azzal együtt, hogy a republikánus párti oldalon már augusztusban is egy nagyon komoly időszak következik, ugyanis a nagyjából egészéből addigra kirajzolódik majd, hogy most június 30-án volt az egyes önjelölteknek a úgymond elszámolási időszak vége, vagyarán most kiderül, hogy kinek lesz pénze a republikánus párti jelöltek közül arra, hogy valóban odaálljon majd a pulpitusra, és először egymással vitatkozva megpróbálja megszerezni a republikánus párti elnökjelöltséget. Amúgy nem könnyű ez sem, mert például saját maga a republikánus párt 40 ezer kis támogatóhoz kötötte azt a szintet, ami ahhoz szükséges, hogy valaki egyáltalán szembe mehessen a többiekkel. Úgyhogy már augusztusban is keményen zajlik majd ez a dolog, de a fölpörgés az valóban őszre várható. Ez a Reggeli Monitor.